érkeznek a turisták a Dám látogatóközpontba. A Tamási erdő nagyvadja és az életteret biztosító erdő egyre inkább látogatott turisztikai célállomás. A frissen megépült látogatóközpont pedig új lehetőségeket hordozott a városi turisztikai koncepcióban. Kiinduló pontok ismertek, hiszen Tamásiban mindenki tudja, hogy vannak már eleve több évtizedes turisztikai attrakciók, jelesül a fürdőköré kapcsolódó különböző szolgáltatások egyebek, és gyakorlatilag eljött az idő, hogy ne csak pontszerű fejlesztéseket hozzunk létre, hanem próbáljuk meg Tamási és környékének adottságait rendszerbe szervezni, úgyhogy ebben az épületben, amiben állunk, ez sem egy statikus pont, tehát nem csak egy kiállító tér, hanem több funkciós épület, hiszen az a célunk, az is a neve, hogy Dámpont, hogy egyfajta támpontot adjon, egy kínálati ízelítőt, egy bakancslista összeállítási lehetőséget, hogy azok, akik ezt az épületet meglátogatják, kedvet kapjanak, mint Tamási, mint a térség egyéb attrakciónak valódi fizikális felkeresésére, és így próbáljuk meg őket rendszerbe szervezni az épület segítségével. A projekt az gyakorlatilag egy topos pályázati lehetőségből valósult meg, ami több részből állt, pontosan a rendszerbe szervezés miatt a fürdő mellett egy úgynevezett túrapontot, szintén egy információs pontot alakítottunk ki, hiszen mégiscsak a fürdő vonza a legtöbb úgynevezett idegenforgalmi darabszámot, és őket megpróbáljuk ide kirejelenteni a látogatóközpontba, és ahogy az előbb elmondtam, a látogatóközpontból különböző túraútvonalakon és egyéb lehetőségen keresztül is ismerhetik meg Tamásit. A látogatóközpont organikus világába a modern kor vívmányai jelentik az ellenpontot. A fejlesztés olyan kommunikációs fejlesztéseket is tartalmaz, amely fokozza az élményt, elsősorban az internet világához szokott fiatalabb korosztály számára. A nyitás óta is már újabb apró szolgáltatásokkal bővült a látogatóközpontunk. Ha csak a tandem bicikli bérléssel kezdjük, ugye Tamási szintén hál' Istennek büszke lehet a kerékpár útjaira, és azért tandem biciklizni nem minden nap lehet, úgyhogy például egy ilyen lehetőség is van. A legújabb attrakció az pedig a digitális vándor nevezető alkalmazás, ami egy, talán ebben a modern világban a gyerekek állandóan ugye a telefonon meg egyéb tableteken lógna, és ez egy olyan túra vezető alkalmazás, ami gyakorlatilag a GPS koordináták segítségével végigviszi a parkerdőben, valamint az előbb említett kilátó felé egy túraúton az látogatókat, és minden olyan információt interaktív módon elmond, hogy éppen halad az ember, akkor megállítja a digitális vándor, és elmondja, hogy ott az Eszterházi kastélyról mit kell tudni, vagy akár ugye a kilátóhelyén régi Tamási várnak a történetét lehet meghallgatni, valamint a gyerekeknek menet közben játékos feladatokat ad, amivel pontokat gyűjtettek, úgyhogy ez is egy kicsit jobban motiválja tehát ne csak egy sima séta legyen, hanem legyen egy komolyabb attrakció is. Az Eszterházi család birtokaként működő Tamási és környéke számos a közismert nemesi család keze munkáját őrző nyomot visel ma is, melyek érdekesek lehetnek az ideérkezők számára. A birtok felfedezése és híressététele is az Eszterháziak nevéhez fűződik. Az Eszterháziak felől indultunk, hiszen ezt a területet, Tamási és környékét az Eszterháziak lendítették fel ugye a török uralom után az elnéptelenedett területeket. Ők fedezték fel, hogy ez itt egy vadban gazdag erdős terület, és hát tulajdonképpen ők kezdték el használni és gondozni ezeket az erdőket, ami azóta az erdészetre szállt és tovább vívődött, mint az országban bárhol. Úgy gondoltuk, hogy ez, amit mi itt megélünk Tamásiban nap, mint nap, ugye a Tamási parkerdő, akár így kimondva, hogy Miklósvár terület, az is ugye Eszterházi Fényes Miklósról kapta a nevét, ez nekünk így adott, és mindenki szereti, bárki, aki távolról hazaérkezik, mindenki kijár Miklósvárra. Itt fantasztikus emlékek szövődnek, de a mindennapjainkat is éljük itt. És ezt nagyon szerettük volna, hogy megmutathassuk másnak is, és megéljék ezt az élményt, és ebben az épületben próbáltuk meg egy kicsit összevonni, összerakni, mint egy kis kincses ládába azokat az értékeket, ami akár Tamásiban, vagy a környezetünkben látható. Aki belép az épületbe, a múltat idézheti meg azzal az óriási képpel, mely az Eszterházi vadászatok emlékét örökíti meg, és ahogy felér az emeletre, mintha tovább lépne a korban. A már említett digitális világ is belép a képbe, segítve az eligazodást.
átlépünk a múltból a jelenbe, a nagyon is digitális jelenbe, és ilyen touchpad-eken lehet kvízjátékokat játszani, akár történelmi vagy természetismereti kérdésekben, de a kicsikre gondolva állatos, épületes színezők is vannak, nagyon modern technikával. Ugyanakkor például az archív cikkolvasó, az rendkívül érdekes, az idősebbek nagyon szeretik. Az 1800-as évektől fogva olvashatunk olyan cikkeket, kinagyítva, lapozgatva, digitálisan persze a touchpad-eken, amikben említés van Tamásiról, vagy a környékről, vagy akár a vadászatokról, vagy a fürdőről, egyébről. És hát van egy fából kifaragott makettünk is, amit ugye feltételezzük, hogy így nézhetett ki valaha a Tamási vár. A látogatóközpont népszerűsítése folyamatosan nő. Már nem csak a környék iskolásai érkeznek ide, egyre több busz és egyéni látogató is megjelenik a parkban. Hogy eltöltsön egy emlékekben gazdag napot az erdőben, és szerezzen élményeket a tamásiak új büszkeségében.